Ezek a felvételek azt követően készültek, hogy tavaly május 13-án egy rövid zárlat következtében leégett a felső sófalvi református egyházközség 120 éves fából épült gyülekezeti otthona. Ezek a felvételek pedig már a napokban készültek, elkezdték önerőből újjáépíteni a sok korszakot megélt műemlékzónába álló épületet. Eddig az alapot sikerült megönteni, amit a nagy meleg miatt 3 óránként kell locsolni vízzel. Önerőből építkezünk. Pont a tavaly fagytak be a nagy pályázati lehetőségek, tehát ilyen, hogy teljes vagy majdnem teljes finanszírozás nem valószínű, nem lehetséges. Az egyházkerület is evel arányos problémákkal küzd, tehát ők se tudtak lényegesen a jó indulaton meg a támogatáson már az erkölcsi támogatáson kívül támogatni. Lehetőség nyílott egy német alaphoz, egyházi alaphoz való hozzáforduláshoz, de ez is csupán résztámogatás, és jövőre érkezik. Tehát igazából, amivel neki kezdhettünk, az a híveknek, környékbelieknek volt egy ilyen gyűjtése. Ezeknek az összegével megtudtuk a tervrajzokat és a jóváhagyásokat finanszírozni, és utána pedig a egyházközségek, egyházmegyék egy-egy perselypénzt adományoztak, ebből jött egy kicsit nagyobb összeg, valamint voltak gyülekezeti tartalékaink, ezt mindegy kosárba raktuk, és evel már körülbelül az ígéretbe levő támogatásokkal, résztámogatásokkal jelzem, úgy az induláshoz elég pénz összegyűlt. Külalakban szinte teljesen megegyezik a most épülő épület a régivel, a különbség csak annyi lesz, hogy modern anyagokat használnak ezúttal. Lenyomtuk hatalmasan az építkezési költségeket, azáltal, hogy minden munkafázist külön csinálunk, és külön vezetünk le, és őrizünk. Tehát mi szerezzük be az anyagot, szükségleteket, és tehát nem adtuk ki külön vállalkozónak, aki az ügyintézés rendezi, ami valami 20%-kal megnövelte volna kiadásokat, ezt kedves feleségem végzi az építkezés vezetést, és jó magam. Hál' Istennek sikerült az alapot elkészítenünk, nagyon hálások vagyunk polgármesteri hivatalnak, aki mellénk állt támogatással, gépekkel, emberekkel szükség esetén, és valami nagy-nagy sikerélményünk ebben a munkában az, hogy nagyon kiváló emberek jelentek meg, és mutatták meg igazi keresztényi arculatukat, tehát vállalkozók, munkások, mindenki, aki kapcsolatba került evel az építkezéssel, nagyon-nagyon nagy buzgósággal és szeretettel fordult. Voltak munkások, akik egy-két napot ingyen dolgoztak, vállalkozók ingyen rendelkezésre bocsájtották szükség esetén a gépeket, adományoztak különböző anyagokat, ami menet közben szükséges volt, tehát ez a hozzáállás nagy reménységgel tölt el minket. A tiszteletes reméli, hogy még idén pirosba fel tudják húzni az épületet, a tégla megvan hozzá, illetve lehet, hogy a résztámogatási lehetőségek is meglesznek. 2-3 éven belül pedig kisebb-nagyobb segítségekkel, valamint a jó szándékú adakozók támogatásával be akarják fejezni és bebútorozni az épületet. Óriási tanulság, hogy amikor az ember bajban van, akkor a jó Isten segít és a jó emberek, zárta gondolatát a lelkipásztor.